Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy a kicsirázott magokból, amiket a múltkor mutattam, ezeket már érdemes elültetni. Igaz, hogy nagyon-nagyon picikék, meg látszik rajtuk, hogy szinte azért gyökér, még azt nem mondhatni, hogy gyökere van. Ezen például ez elég picike, de van itt mondjuk nagyobb is. Lát, hogy éppen azt már elültettem, de van itt egy nagyobb is, amin van egy picit nagyobb gyökér, ez egy picit már hosszabb, ezt már érdemes beültetni, és van itt már egy-kettő, amiket be is ültettem, ezeket egy picivel még hosszabb gyökérke volt. A lényeg az, hogy azért nem hagyom ebben a tálkában, mert ha most ezt ugye tovább kell nedvesítenem, akkor fekszik is a növény, és a gyökér is beleír a vízbe, és maga a növény is, tehát itt van esély rá, hogy előbb-utóbb ezek el fognak rohadni. Úgyhogy most kiszedem őket. Én úgy csinálom, ha csak egy pár darabon van, ezek ilyen különlegesebb magok, ugye ezt mindegyikkel nem csinálom meg a több száz darabban, de ezzel az egy-kettővel megcsinálom azt, hogy ezt nagyon óvatosan szépen leveszem róla ezt a külső maghéjat. Egyébként a plumériákról is ugyanúgy a tetejéről. Ők róluk jobban érdemesebb egyébként lefejteni, az adanémukról nem feltétlen kötelező, de látjátok, hogy itt nagyon óvatosan kell, mert már ott van kint az első két levélkéje a növénynek, és érdemes a levélkéről leszedni, és így hamarabb fog majd tovább nőni, illetve hamarabb tud majd tovább nőni. De ha nem csináljátok meg, az adeniumnál nem olyan vészes, a plumériánál ott viszont érdemes megcsinálni. Tehát ennyi az egész, beültettük a növénykét, persze ez most elborult, majd meg fogom igazítani, és akkor én agyaggolyóba teszem, aki eleve földbe ültette a magokat, annak ezt most ugye nem nagyon kell megcsinálni, ő ne húzza ki azért a földből, hogy leszedje a tetejéről ezt a maghéjat, viszont ha van kedve, akkor szép óvatosan lepiszkálhatja róla, aki pedig így csiráztat, ahogy én mutattam ebbe a kis műanyag edénykébe, annak pedig ezt ajánlom, hogy vegyen egy ilyen kis pohárkát, és akkor ebbe vagy földet, ha abba szeretnétek, vagy agyaggolyót, és akkor tartsátok mindig nedvesen, de éppen csak nedvesen az agyaggolyót is, meg a földet is.